Üdvözlök mindenkit, én Kőházi Csaba, kriptobánya tulajdonos vagyok. Ennek a videónak a címe kriptotőzsde. A tőzsdés múltamból kifolyólag azért szoktam figyelni a tőzsdét, bár magam már nem tőzsdézek, illetve amit kibányászunk, azt a tőzsdén eladjuk, ha akarjuk, de mindössze ennyi, illetve átváltjuk. Ami a lényege az egésznek, hogy ugye eddig aki vásárolt a tőzsdén különösen kriptovalutát, az biztos, hogy nyert, mert eddig minden csak fölfelé ment. Most azért vegyük észre, elég jó, hogy ez megszűnt, tehát azért átszáfolt az élet. Akkor, amikor elment ugye a bitcoin, meg ez az összes altcoin nagyon-nagyon, akkor azt azért észre kell venni, hogy ott beszálltak a nagy nyugdíjalapok is. Valójában ott van a rengeteg-rengeteg pénz. És innentől nem is lesz akkora nyerési lehetőség a kriptotőzsdén sem. Ugye hatalmas nyerési lehetőség volt magával a bányászattal, tehát szinte 1-2-3-6 hónap alatt megtérült ez a gép, ami, illetve igen, tehát a gép ára. Ezt még én is akkor kezdtem, amikor egy 6-8 hónap alatt megtérült ez a gép. Most már nem kell és nem is lehet ennyire rövid idővel számolni. Tehát maradjunk a realitás talaján, a tőzsde ugyanez. Ha tőzsdét veszel, csak egy jó tanács a prompt, vagyis az azonnali tőzsdén kezd. Ott csak akkor lesz nyereséged vagy veszteséged, ha realizálod. Megveszed a bitcoint mondjuk, amennyiért megveszed. Nincs áttétes kereskedés, erről én úgy gondolom, hogy kezdőként ezt felejtsd is el, azon biztos, hogy veszteni fogsz. Nem azért, mert lehetetlen nyerni, egyszerűen nincs meg a tudásod. Először szerezd meg a tudást, az azonnali tőzsdén tudod a legegyszerűbben megszerezni. Ott megveszed a bitcoint mondjuk 7000 dollárért, és amikor eladod, mit tudom, 10000-ért, akkor nyersz. Ha 5000 és nem adod el, akkor nem vesztesz, akkor még mindig csak tartod a pozíciót. Nyilván vannak ilyen technikák, hogy megy lefelé egyfolytába, akkor te folyamatosan vásárolsz, és így egy jobb átlagot fogsz kihozni. Ezekre majd későbbi videóban ki fogok térni, hogy melyek ezek, hogy biztos, hogy ne veszítsél, de mindenképpen azt javaslom, az azonnali tőzsdét vedd célba. Csak akkor vesztesz vagy nyersz ott, amikor realizálod, vagyis eladsz vagy visszavásárolod az az altcoint vagy bitcoint. Tehát ezek a nagy nyerési lehetőségek itt már megszűntek. Ez nem olyan nagy baj, ugye szépen a piac szabályoz azért mindent, meg nyilván az állam is. Ezek szépen be fognak állni, és még így is egy nagyon szép profitot lehet majd zsebre tenni, akár a bányászattal, akár a tőzsdével. Jó, tehát én azt javaslom, ha vásárolsz, akkor válasszál mondjuk az első 5-ből, első 20-ból, akkor nagyon nem tudsz mellé nyúlni. Olyat vásárolj, aminek hatalmas ugye a forgalma, ugyanis az könnyű lesz eladni is, amikor el akarod adni. És igazából nagyjából ennyi a tőzsdéről első körben. Az áttétes kereskedést azt pedig felejtsd el. Nézd meg, én figyelemmel kísértem a Forex-et is, ugye nagyon sok ilyen Forex mester kinőtte magát. Ők különböző oktatásokat tartottak, coachingokat szerveztek, és ugye neki az volt a pénz gyakorlatilag, hogy voltak tanítványok és követők. Viszont ilyen időtávlatából egyet sem tudok olyat felsorolni, aki végig csak nyert volna. Biztos van olyan, aki pluszos és nyert rajt sokat, de aki folyamatosan, egyfolytában csak nyert, olyat én nem tudok. Ennek nézz utána te is. Jó, maradj az azonnali tőzsde mellett, ha tőzsdézni akarsz. És csak olyan pénzt szabad befektetned, kriptotőzsdébe, bányába, bármibe, ami nem kajára kell. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis ha várán befektetett veszem alapul, ő úgy csinálta a dolgait, hogy ő amit vásárolt, hogy azt mondta, hogy ugye soha nem adok el. Tehát ha vásárolsz, úgy vásárolsz, hogy soha nem akarsz tőle megszabadulni, tehát ne hazárdírozni akarsz, hanem értéket akarj vásárolni, akkor lehet, hogy te sem akarod eladni, ha mégis, akkor viszont jó áron fogod tudni eladni. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani a tőzsdéről, köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett ez a videó, akkor oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal. Köszönöm.